Köszöntöm a Művészváros nézőit! Mai adásunkban három érdekes témát is választottunk önöknek, de hogy miket, mutatjuk. Birka a kondérban, tematikus hétvége a skanzenben. Akit az istenek szeretnek, Csákányi Eszter önálló estje a Ferenci Múzeumban. Vitézlélek, a Nemzeti Színház vendégszerepelt Szentendrén. Birka a kondérban, ezt a címet kapta a Skanzen múlt hétvégi programsorozata. Hagyományos és új keletű birkaételeket is kóstolhattak a látogatók. A népi táplálkozásban a 19. század végéig a juhús kiemelt szerepet kapott, a húsfogyasztás alapját képezte. A juhúsa egyaránt kedvelt volt a városi és a falvak lakói körében. A szarvasmarha és birkahús fogyasztásának háttérbe szorulása az utóbbi 100-150 évre jellemző. Juhból készült ételek kerültek az asztalra lakodalomkor, keresztelőkor, búcsúkor, de aratáskor is. A skanzen ezúttal a hagyományos ételek bemutatója mellé mai bárány ételeket is összegyűjtött, így készülhetett az ásványrárói lakóházban bárányos laskatészta. A tejszínes, zöldséges ragú nagyon ízlett a látogatóknak. Recept? Ez teljesen saját recept, így valószínűleg másnak is már ezek a hozzávalók így eszébe jutottak, hiszen a rozmarin nem idegen a báránytól, a tejszín nem idegen, tehát tejszínes ragú létezik. Hogy pont ugyanezzel a szereposztással, ugyanezzel a mennyiséggel működik, ezt nem tudom. Rossz véleményt még nem kaptunk, ami egy nagy boldogság. Tehát eddig mindenki lelkesen jött, meg tegnap az volt csodálatos, hogy nem, az Istennek nem ford föl ott a víz, tehát nem akart, ellenünk volt, és itt ültek. De egy fél órát, most is az előbb itt ült egy társaság, és ők kivárják, nem mennek sehova. Jók az illatok, addig itt el vannak, beszélgettük, szóval tartottuk egymást. Most is itt volt egy ikres anyuka, nekem is ikreim vannak, volt téma. Békésen kivárták, hogy kész legyen az étel. De nem csupán a lakóházakban lehetett finomságokat kóstolni, a múzeum útjain sétálva is megcsaphatta orrunkat egy-két incsiklandozó illat, ezt pedig a múzeumban tanyázó gasztrobloggereknek köszönhették a látogatók. A bárány-saslik zöldséges bárányfalatok nyásra fűzve, és van közt egy kis páclével megöntöztem sütés előtt. Milyen páclével? A páclével van egy kis bors, paprika, fahéj és rozmarin, és ez olajban van beáztatva tulajdonképpen, kicsit ilyen balkáni. A báránynak mennyi idő kell, mire átveszi a pácnak az ízét? Ja, csak pár pillanat, mert úgyis ez sütés közben is rajta maradt, tehát így az ízek azok maradnak. Mennyi idő, mire elkészülnek? Nagyon gyors. Sokkal tovább tart összevagdosni, ilyen apró kis falatokra, meg a zöldségeket meghámozni. Utána már a tűzön egy kb. 3-4-5 perc alatt megsül. Hát a bárány az nagyon sokféle zöldség illik. Egy kicsit édeskés a húsa, ezért szerintem az ilyen répa, meg a hagyma az nagyon illik, mert az is önmagában édeskés, de most a jó süthetőség érdekében hanem paprikát, patlizsánt és hagymát használok. A gyerekek számára is tartogatott érdekességeket a múzeum. Az aranyszőrű bárány meséjét is meghallgathatták a hajdúbagosi lakóház hűvösében. Volt egyszer egy szegény ember, meg a szegény embernek annyi gyereke volt, mint a rossz sármalik, de még egyáltalán is. Állatos is volt a szegény ember, mert sokszor képzeljétek el, nem volt mit enni, adni nekik. No, mondta is a fiainak eleget, hogy fiaim, menjetek világá, próbáljatok szerencsét. Én már nagyon-nagyon nagy bánatban vagyok, hogy nem tudlak felelőteket etetni. Azok a legények olyan lusták voltak, egyik erre hevert, a másik arra hevert, csak tátották a szájukat az apukra. Bizony nem mentek sem. Nem úgy a legkisebb fiú. Egyik reggel odaállt az apjára, és azt mondta, édesapám, én elmegyek szerencsét próbálni, elmegyek világba, és addig haza nem jövök, amíg valamilyen szerencsére nem találok. Hát boldog volt az apjú, legalább egy kenyér pusztítóval kevesebb van a családom. Fogta magát, és el is indult. A szentendrei hagyományőrző óvónők várták a gyerekeket mesével, de természetesen az ujjainkat is megmozgathattuk, lehetett pásztorbotot faragni, és akár aprócska birkát is készíthettünk a hagyományőrök segítségével.
A főzőhelyszínek mellett, amiből jó néhányat működtetünk most itt a múzeumban, néhány kézműves programot is beiktattunk, pont ezzel a céllal, hogy a mi látogatói célcsoportjaink között a családok képviselik a legnagyobb arányt. Ezért a gyapjúval lehet mindenféle tevékenységet folytatni és kipróbálni többek között. Gyapjú bárányt lehet készíteni, játszóházak kapcsolódnak a bárányhoz, fafaragást lehet nálunk kipróbálni, és hát azt gondolom, hogy jó néhány még más kézműves akciót is. Gyapjút mosunk, ami szintén fontos, hiszen a bárányt nem csak, ahogy elmondtam, nem csak a húsa és a teje, hanem a gyapja miatt is tartották, és hát jó lenne, hogyha a látogatók ismernék ezt az anyagot, és ennek az anyagnak a tulajdonságait, az, hogy milyen, hogyan lesz belőle finom gyapja, amiből már textíliát lehet készíteni, milyen a víztartó képessége, a netszívó képessége, hiszen 10-szeresét fel tudja szívni ez az anyag, tehát aki eljön hozzánk a gyapjumosó programba, a saját maga tapasztalja, hogy milyen tulajdonságokkal bír ez a gyapjúanyag, és erre majd a szeptemberi hónapban, szeptember 27-28-án a gyapjúnak szentelünk egy programot, és majd így folytatódnak a múzeumnak a bárányos programjai. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy elég biztos sikerre számíthattunk, hiszen a főzőprogramok azok bármilyen neműek és jellegűek, azok mindig közkedveltek itt a múzeumban is. Hát én alapvetően elégedett hangokat tapasztaltam, vagy nem jutottak el hozzám az elégedetlenek, vagy egyáltalán nincsenek is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó idő van, tehát a teljesen kiránduló idő alkalmas arra, hogy kijöjjenek a látogatók a múzeumban, nincs rekkenő hőség, és én úgy látom, hogy jól érzik magukat a múzeumban tartózkodó látogatók. A nyári hétvégék még nem értek véget, így kikapcsolódásképp érdemes sétálni egyet a múzeum különleges világában. Csákányi Eszter önálló színházi estje zárta le a Ferenci Múzeum nyári színházi programjait. A színésznő a női lélek rejtelmeiről mesélt a közönségnek. Csákányi Eszter Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. Zöldi Gergely dramaturg és szövegíró segítségével állította össze az Akit az Istenek szeretnek című műsorát. A Ferenci Múzeum udvarán ez volt a Szentendrei nyár utolsó előadása. A színművész nőkről mesélt, akik alárendelik magukat a férfiaknak, akik hiába várakoznak a randevún, akik kiszellőztetik a lakásból a magányt, és mégis életben maradnak. Hogy akkor még mentem egy kicsit hazafelé, akkor benézek mondjuk egy antikváriumba, egy férfi könyvet keres, beszélgetni kezdünk, a szomszéd zöldségesnél vesz két salátát, meg egy üveg bort, megisszuk, bezárom a boltot, megcsókol, de én nem vele megyek, nem? Hanem a legközelebbi villamos megállóhoz. Szeretek éjszaka vezetni, amikor üresek az utcán. Hajnal 3-kor érkezek haza. Belenézek a tükörbe. És egy kb. 1,57 m magas nő áll előttem. Egy elmondat a tűzfalon, ti szívben izgalom. Tavasz volt, a szellő szabad. A randevúról elkéstem, és teltház volt a ligetben, és foglalt volt már minden fahad. Lopva néztünk szét az ében, besurrantunk kéz a kézben. Moszkva téren jár egy ruska.
én vagyok ez már. Csak szerettem volna, ha velem is valamilyen, és most benne vagyok, sosem volt sűrű homály. Pont az az egy, az az egyetlen darabja, az kéne elvinni, s ha nem akar meghalni, a többi jön elérte. A szívek dobozba vásom közé rakta, és kopognak az ajtóban áll, én meg örülök, hogy itt van. Gyere be, mit hoztál ide el, csak nem hiánytalan. Mindenem itt van, csak a szív kéne, ami még nálad van. Azt nem adom, mert te azt örökbe adtad. Szólok mérgesen, s becsapom az ajtót, felőlem meghalhat. Csákányi Eszter estje nagy empátiával és rokonszemvel, humorral és öniróniával mutatta be a női lélek rejtelmeit és sokszínűségét. A hétvégén zár a Szentendrei Teátrum a Bagoly és Cica címet viselő előadással. A Nemzeti Színház is vendég szerepelt a Szentendrei Teátrumon. A Vitéz Lélek című darabot hozták el a szentendrei közönségnek. Görömbei András szerint a darabban rengeteg gondolat vegyül. Háborús nyomorúság, álhatatlan hűtlenség, reménykedés, különbség, hatalmaskodás és valamiféle természetes, mégis legendába illő szabadságvágy. Tamásinak nem egy édes bús népszínmű megírása volt a célja, hanem a magyar néplélek igazi drámáját próbálta megfogalmazni, színpadon láttatni. A darabot Vidnyánszky Attila rendezte, a főbb szerepekben Trill Zsoltot, Horváth Lajos Ottót és Mécs Károlyt láthatta a közönség. Ez egy nagyon furcsa ember. Tulajdonképpen fantasztának is gondolhatjuk, de aztán kiderül, hogy mégsem fantaszta. Vannak emberek, akik megéreznek dolgokat. Én nem is egy ilyet ismerek, aki valahogy úgy megérzi, úgy is, hogy nincs ott. Megérzi, hogy valami van, ami nem látható, és mégis létezik. Majd utólag kiderül, hogy ez valóban volt. Ezek a furcsa, empatikus képességű emberek, ezek benépesítenek minket, csak miután általában az ilyen embereket futóbolondnak, vagy őrültnek tartják, inkább elhallgatják ezeket a dolgokat. De van, tehát spirituálisan van egy olyan érzőképesség az emberben, ami hogyha kifejlődik, vagy ezzel foglalkozik, akkor ez működik. Na hát ez az Ambrus ilyen ember, aki hisz abban, ami hihetetlen. És végül kiderül, hogy
ami az ő hite volt, az a realitás. A színház az két dologból tevődik össze, mondjuk a látványból és a lelkéből. Na most a lelkét hiába hozzuk, hogyha a látvány nem szinkron ezzel. Most ez egy nagyon szépen elképzelt előadás. Az első perctől kezdve az utolsóig minden lépésnek megvan a maga értelme, minden kötődik valamihez, az egész összefonódik, és olyan lesz, mint egy láncing. Áthatolhatatlan. Tehát az egész szövétnek tulajdonképpen önmagában véve egy alkotás. Ha ezt a láncinget fölbontjuk valahol, mondjuk éppen a látvány oldaláról, tehát nem tudjuk a közönséget mindjárt az első pillanatban egy odaillő látvánnyal berángatni, vagy behúzni, vagy becsalogatni a szituációba, akkor a színész számára sokkal nehezebb a dolog, hiszen a lelkét ő hordozza a darabnak. Tehát ez plusz megerőltetést jelent, és őszintén megvalva a szentendrei előadásnak picit az a hátulütője, hogy Szentendre nincs olyan messze Budapesttől, tehát a Nemzeti Színházban az eredeti felállásban is el lehetne ezt képzelni, tehát úgy, hogy a közönségbe jön. De hát a nyár ilyen, a nyár mozog, és ide-oda mászkálnak a produkciók. Nem mindig jó, mert hogyha annak idején, hogy Szentendrén volt, hogy a Szentendrei főtérre készült egy produkció, amiben belekalkulálták a környezetet, belekalkulálták a lelkesedést, a levegőjét a városnak, az 100%-os siker volt minden esetben. Hát reméljük, itt mi mindent el fogunk követni, hogy ez az illúzió és a darab szellemisége megszólaljon. Nagy gátfutás az ilyen. Sok! A szamarat akarja! Hát, hozom! A lányok? Miért mutatja neked? Csak. A lehet szokták mutatni először. Most lesz 21 esztendős szeptemberben. Megígérte neki, hogy 21 éves korára férhez adom. 20 éve gyűjtöm a hozományt, hogy legyen neki, amikor férhez adom. De én adom férhez, azt megmondtam, és nem akárkihoz. Sokat gondolkodtam, milyen az igazi ember, mert olyat akartam neki. És amikor meghallottam rólad, hogy miképpen élsz, miképpen gondolkodol, azt mondtam magamban, erre gyomrus, nézd meg, hát ha ő lesz az igazi. Gyarló ember vagyok én, Annus bátya. Csak Isten tökéletes öcsém. És talán nem métkezem, ha azt mondom, hogy Isten után leányom következik. Ida. Én neveltem kicsi korától, mert az anyja korán meghalt. Szegény. Minden nap láttam egy nő, napról napra. És amikor nem voltam otthon, a szívemben jelöltem ki a fokot, hogy mekkorát nőtt. És ahogy bontakozott, mint a bimbó, és kezdett nyílani. Azt is én láttam egyedül. És most kinyílva áll. A napfényben, a szélben, az esőben. Most a legszebb, amikor Isten kegyelméből téged megtaláltalak, aki talán méltó lennél hozzá. Trokán Nóra Rozali szerepét kapta a darabban. Számára több ok miatt is különleges volt a szentendrei előadás. Teljesen más a helyszín, de ez általában egyébként megtörténik, amikor vendégelőadás van, vagy tájelőadásra megyünk. Úgyhogy én még nem játszottam ezt a darabot a Nemzetiben. Mindig, amikor be kellett ugranom, az is egy erdélyi turné volt. Szóval nagyon érdekes lesz, hogy az eredeti helyszínre. De hát ott azért, én láttam ezt kívülről, azért ott azért egy nagyobb, ugye hatalmas színpad, és azért rengeteg minden mozog, az egész díszlet is játszik. Szóval itt most egy ilyen light verzió, vagy nem tudom, hogy azért nyilván egy kicsit át kellett alakítani járásokat. Ez a darab, ez azért nagyon szép, mert iszonyatosan egyszerű dolgokról szól, és nagyon egyszerűen, és szépen. És ez sokszor az ember úgy azt gondolja, hogy ez idejét múlt, és hogy ez nem érdekes,
De hogyha tényleg oda tud szólni az ember szívéhez, és tényleg sikerül megszólítani az embereket, ez valami olyan egyszerű és nagyon szép történtek, akkor azt gondolom, hogy semmilyen idő nem fog rajta. Három Péter, Balla Péter! Akasszalak fel! Akasszalak fel sokkorban. Egy szóval, hol is hagyjál meg? Hogy 332 vékát kerestél a kárt. Nem kicsetésből gondolom, hanem miért. Béke, hagyd abba azt a szamár életet, és gyere hozzák a képbelé. Én egy hónap alatt teljesen képést csinálok benned. Aztán aratás, elindulsz a géppel, és amit kerestek, annak egyharmada legyen a tiéd. Erre az egyre nem számítottam. Biztos, adjunk neki gondolkodási. Nem adom. Jobb is, ha nem adtok, mert én is adtam volt Rozalina. Addig gondolkozott, amíg melletted ébredett fel, Pics. Ezt nem azért mondom, hogy a szemetekre vessem, mert minden így van, jól, ahogy van. Rozali becsületes volt, Zuda is becsületes volt. Most rajta most. Mit mondasz, látom? Én azt mondom, hogy valamikor szerelmet beszélt a fiú, csak mulató volt. Nem bírta ki a hosszú időt. A hét tesztendőt, amit én hányóta töltöttem. Hármat a harc télen, s négyet az idegen. Tetejében még a nemzeten is ne volt verve, amikor hét év múlva én ide visszajöttem. Apám. Apám el volt temetve. A viharban széjjel fosztott a fészek, amelyben születtem. Itt ültem napokig, az ajtóban, melynek a száját letörve találtam. Csak a szemétdombor ült, én hazámnak romjad. Jó testi sebekkel ült, én lelkemmel a felisekkel. Itt ültem napokig, azon gondolkoztam, hogy mit kéne csinálni. Kristóf, engemet is gépek vettek körül, hét esztendeig. Egyik zúgott, a másik sűvített, a harmadik bolondított. Te dicsérted őket, én szamarat vettem helyükbe, és azt gondoltam, hogy én ezzel a szamárral felépítem, amit a gépekkel lerombolt az ember. Ott kezdtem legalul. Ahol egy vesztett embernek, és egy vesztes nemzetnek mindig kezdeni kell. Kicsiből, alázatosan és hittel. Isten és a föld között indultam el, s ott megyek egyenesen végig. És amikor majd megállok, azt fogják mondani, mivel hittél és meg nem tartottál, te vagy az ember, s a manyoma. Kristóf, adjuk el a képet! Mi van? Egy rongyos biciklit emadnék a szamarat. Az én szamaramnak nincsen ára. Szóval nem jössz a gép mellé. Rozali, mit olvastál a könyvből? Várjad az urat, és őrizd meg az ő útját, és felmagasztal téged, hogy örökségül vedd a föld. És látni fogod, amikor elvesztek a bűnösen. Ne bőgett a feleséged! A férje vagy, de nem tudod, hogy ki bőgeti ő! Balla Péter, Balla Péter! Isten áldjon minket! Hát ti is itt vagytok, Risto! Isten áldja meg Sári néni! Azért nincs van! Gyere hozzá! Nagyon elszakadtunk, Péter. De köszönöm, hogy Kristóf miatt elítéltél. Boróka szerepe szinte teljesen nélkülözi a humort. Aki játsza, Martinovics Dorina azt mondja, rá ritkán osztanak komikus szerepet. Hát most folynak az átalakítások, tehát én még csak most fogok becsöppenni, majd a második felvonásba jövök, úgyhogy még nem nagyon láttam, hogy mi itt a helyzet, de úgy látom, hogy el fogunk férni. Egy pár dolog majd biztos változik, de én nagyon szeretek itt lenni, már többször játszottam itt. Alföldi Robi darabját hoztuk ide a Tártüfföt, akkor annyival volt nehézség, hogy nem kaptunk ponyvát a fejünk felől, és akkor azért zúgott rendesen a nézőkre is, ránk is. Most úgy látom, hogy ez megoldva, úgyhogy biztos nagyon jó lesz. Hát az én karakterem
közben a humor nagyon, nagyon elvétve. Vásod fülek, szemek maximum, de nem egy vicces karaktert játszom én ebbe. Inkább sírós, szomorú, küzdő lányt játszom, mint vicceset. Ugye a többi, a humor inkább a többiek asztala. Hát én általában ilyesmiket alakítok, azt hiszem, mióta kijöttem a főiskolára, ezzel találnak meg, úgyhogy nagyon ritkán játszom vicces karaktert. Azt is szeretem, hogyha néha kaphatok belőle, de már megszoktam, hogy ezt csinálom. Most inkább a nyár miatt lesz furcsa, mert azért kiesett 2-3 hónap, nagyon rég nem játszottuk, tehát most mindenki próbálja egyáltalán a szöveget előkaparni a nyaralós agyából. És inkább most ez lesz a nehéz, hogy hirtelen megint színház. A darab rendezője Vidnyánszky Attila szerint keresve sem találhatnék a világirodalomban még egy olyan szerzőt és darabot, amely most jobban illene hozzánk az újrainduló nemzetihez, mint Tamási Áron és a Vitéz Lélek. Leginkább a derű miatt, ahogyan ez a történet megszólal. Ennyi fért a mai Művészvárosba. Jövő héten pénteken ismét az új időpontban, tehát este 7:30-kor várjuk majd Önöket itt a TV Szentendrén. Addig is látogassanak el honlapunkra, ahol megtalálják korábbi adásainkat is. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!